Karácsonyi fényben új Fehértó főtere. Idén nem csak a polgármesteri hivatal kapott új díszkivilágítást, hanem a művelődési ház és a múzeum előtti terek is. Ezek szépségében a korlátozások miatt este 8 óráig gyönyörködhetnek a járókelők. A kijárási tilalom azonban az egyházak szerint nem jelent magányt, sokkal inkább esélyt a csendes elmélyedésre. Ez a helyzet valamelyest letisztítja arról az ünnepről, erről a karácsonynak az ünnepéről, amit valójában jelent a karácsony. Azt a réteget, ami rárakódott, azt a szirupos mázat, hogy valóban karácsony legyen, hogy ne csak a szeretet ünnepe, hanem hogy tényleg, hogy mi is történik karácsonykor, hogy mit is élünk át ekkor. Hogy ezt jelenti maga az advent ebbe a 2020-ban, és hogy készülünk karácsonynak az ünnepére, hogy összezártság igaz rossz, mert rosszul éri meg az ember ezt az időszakot, de mégis az, hogy látjuk, hogy Noé is bezártságban élt a családjával, Betlehem csodája is zárt falak között történt, nem harsonával jött az Úr Jézus, és hogy maga a föltámadt Krisztus is zárt falak közé lépett be az ő tanítványai közé, és hogy mégis az örömhírt vitte, hogy mégis van tovább. Az egyházak a most már engedélyezett vasárnapi és ünnepnapi misék és istentiszteletek mellett online formában próbálják tartani a kapcsolatot a híveikkel. Közülük is az egyedül élők és az idősek vannak most a legnehezebb helyzetben. Az időseknek és betegeknek Újfehértó önkormányzata szociális munkásokat és önkénteseket biztosít, akik elvégzik a bevásárlást és a gyógyszerek kiváltását. A városvezetés igyekszik minden eszközt megragadni arra, hogy támogassa a rászorulókat. Korábbi években már hagyomány lett az önkormányzat részéről, hogy a 60 vagy 60 éven felüli időseknek karácsony előtt tartós élelmiszer csomagot biztosítunk. Ez ebben az évben is így volt, sőt, idén kibővítettük az ellátottak körét, hisz nem csak azok, akik betöltötték a 60. életévüket ebben az évben, hanem azokat a városlakókat is megajándékoztuk egy tartós élelmiszer csomaggal, akik az önkormányzattól valamilyen rendszeres pénzellátásban részesülnek. Ugye a csomaghordás a napokban befejeződött, nagyon pozitív a visszajelzés a lakók részéről, nagyon örültek neki, már várták is, hisz ez egy komoly hagyomány, és mi, mint önkormányzat, bármilyen nehéz anyagi helyzetbe is sodort bennünket a világjárvány, nem tehetjük meg azt, hogy a rászoruló, elesett és idős embertársainkról ne gondoskodjunk. Ez egy fontos volt, a csomagosztás, illetve a családsegítő szolgálat és a SZOSZ-ok munkatársai folyamatosan kapcsolatban vannak házi segítségnyújtók révén azokkal is, akik karanténban vannak, illetve élnek segélyvonalak, amelyeken aki bajba kerül, keresett bennünket, akár élelmiszer, akár bevásárlás, akár tűzifa, falhasgatás, vagy bármilyen olyan dologgal, amire szükség van, rendelkezés állunk, és a nap 24 órájában készen állunk arra, hogy segítsünk a bajba jutottakon. Az önkormányzat a 65 év felettiek fűtési kiadásaiból is részt vállal, több mint 800-an jutottak fűtési támogatáshoz. Emellett az arra rászorulók részére az önkormányzat tűzifát is biztosított. Advent idején a helyi civil szféra is megmozdult Újfehértón. Több adománygyűjtő akció is indult a városban a gyerekek és a fiatalok megsegítésére.